A mai szereplőnk már akkor híres volt, amikor megérkezett a politika világába. Az út, amit bejárt, mondhatjuk, hogy sorsszerű, akár az égiek akarták így. Persze, hogy ezt hallaná, már most tiltakozna. Úgy gondolom, hogy a legtöbben már kapizsgáljátok, hogy kiről lehet szó. De nem leplezem még le, inkább mondok előtte egy pár fun fact-et róla még. Képzett vegyészmérnök és mellette idegenvezető is, bár ez utóbbi sosem gyakorolta. Pedig neki aztán sosem kellene azt mondania, hogy tolmácsot szeretnék kérni. Tolmácsot szeretnék kérni. Annyi nyelven beszél, hogy azt még felsorolni is nehéz. Azért megpróbálom a Wikipédia cikke alapján. Nagy levegő, kiválóan beszél angolul, németül, franciául, spanyolul, E4-ből felsőfokú és szakmai nyelvvizsgája van, interjúképesen olaszul, portugálul, továbbá megérteti magát oroszul, lengyelül és svédül. Írni tud arabul, törökül és hindiül, foglalkozott a finn és a japán nyelvvel, és a kínai nyelv tanulásába is belefogott. Jézus! Imádja a jazzt, basszusgitárosként játszik a Favágók zenekarban. Emellett azért nem kerülgetem a forró kását, köze volt bizonyos televíziós műsorokhoz is, nagyjából 20 darabhoz. Az ország kvízmestereként híresült el, és az életben is olyan, mint a híre. Válaszol szinte mindenre, nem csak kérdez. A műsorvezetés után fejest ugrott a politika világába is, a DK elnökségi tagja volt hosszú éveken keresztül, éppen idén köszönt le, mindemellett a 12. kerület önkormányzati képviselője. És ami a legfontosabb, a világ legjobb műsorának, a DK szubjektívnek az állandó vendége. Tessék befáradni! Ismét meg Vágó Istvánt, nézzünk be a kulisszák mögé. Jó reggelt kívánok! Tessék befáradni! Köszönöm szépen! Parancsoljuk! Köszönöm szépen! Hú, mekkora könyves volt! Olvastam egy interjúban egyébként, hogy na, te azt mondtad, vakon is megtalálsz bármilyen könyvet itt a könyvtárban. Mondtam ilyet! Kipróbáljuk? Ne csináljál! Na, próbáljuk ki! Na, tegyél próbára! Jó, mi lenne, ha ide állsz középre, megfordulsz háttal? Így? Igen, én pedig keresek egyet, meg megtalálod. Na jó, tessék. Na várja. Párhuzamos viszonyok. Szalai szerzőt Károlytól. Is. Szerzőt is mondj. Szalai Károly. Ja, Istenem. Na, a következő a helyzet. Ugye Szalai Károlyról kellene tudni, főnököm volt a Magyar Televízióban, úgyhogy jót választottál, hogy irodalom vagy nem. Ugye itt vannak az irodalomkönyvek, a zenei és a képzőművészeti könyvek, egy másik szobában vannak a kézikönyvek. Na most Szalai Károly valószínűleg... Most direkt arrébb álltam, sétálgattam egy kicsit, hogy honnan jött a hang. De ABC-ben vannak, tehát ha Szalai Károly, itt van. Na, tessék. Tessék. Itt közben észrevettem egy másik érdekes dolgot. Egy igazi szkeptikusnak az asztala. Te egy butha, az micsoda, mit keres itt egyébként? Én többször jártam Indiában, és a szüleim pedig még annál is többször. Úgyhogy ez a szülői hagyatékból van. Nyilván ezt úgy hozták. Ez érdekesebb szerintem, mert ezt viszont Iránban vettem én. Ugye ez egy zarahusztriánus ábrázolás, tehát ha úgy tetszik, akkor itt valóban vannak vallási jelképek. De csak elrettentést célzottam. Nem. Emlékezés aha. céljából, igen. De van itt valami, ami még jobban szemet szúrt nekem, nem csak itt az oltár meg a könyvek, hanem mi megy a tévébe. M1. Pista? Hát tényleg? Nézd, nekem muszáj figyelemmel ki, nem tudom, hogy szoktad nézni a DK TV-t. Nem, ott van egy ilyen szubjektív nevű műsor, ott engem gyakran húznak azzal, hogy én állandóan nézem az M1-et. Ez egyébként igaz. Mert tudnom kell, hogy az én pénzemből, meg a te pénzedből is milyen műsorokat csinálnak. És akkor ez azt jelenti, hogy Vágó István reggel így néz ki. Iszik egy kávét, bekapcsolja az M1-et. Igen. És utána mi következik? Nem, közben reggelizik, aha. És utána odaülök a számítógéphez. Tehát mióta jól felhúzott téged a reggeli műsor? Igen, megfelelő kondícióban vagyok ahhoz, hogy kiadja az összes mérgemet kiadjam. Igen. Nézzünk meg egy ilyen posztot, kíváncsiak, hogy hogyan készül. Nem csak a könyvek, hanem az emlékezetes családi képek, kedves karikatúrák és a külföldi nyaralásokról hozott emlékek is fontos részét képezik Vágó István otthonának. Na de jöjjön a Facebook posztok boszorkány konyhája, Pista dolgozó szobája. Na kérlek szépen, azért ide még kamera nem nagyon szóval ez a fegyverterem. Igen. Hát ugye itt készülnek a Facebook posztok, ha úgy tetszik, de ha már az internetről beszélünk, akkor ugye itt vannak a kézikönyvek, lexikonok, szótárak,
szkeptikus irodalom, és így tovább. És bevallom neked őszintén, hogy amióta internet van, ezeket már nem használom. Legalábbis nem annyit. Tehát ha valamiről tudni akarok valamit, akkor nem a magyar lexikonokat veszem elő, hanem az internetet használom. Na, na mit szeretnél mondjam, látni? Hogy hogyan készül ez a dolog? Hát először, most, hogy először ki kell nyitni most a laptopot. Most téged a reggeli műsor. Mi a következő lépés? Ha akarom, akkor ugye itt rögtön rámegyek elsőként az Origóra, mert az engem nagyon izgat. Mert gyors gombként van beállítva. Aztán. Így van. Nézd meg, mi van a címlapon. Ez a címlapja az Origónak. És a harmadik hír, Hofi Géza, mi is az igazság a legenda mögött? Boton, harmadik napja van az Origó címlapján, a Hofi Géza posztumusz karaktergyilkolása. Erről már feltettem a posztot. Milyen Na. gyakran posztolsz? Elég gyakran. Jó, miközben beszélgetünk, én észrevettem egy pár képet egy hölgyről itt fönn. Ő a feleséged? Ő a feleségem, ő a kisfiam. Bocsánat, bezártam, nem használjuk már a Facebookot. Semmi gond. Nagyon rövid időre. És elég régen. Ő Judit, igaz? Ő Judit, igen. És 44 éve vagytok együtt, hogyha jól emlékszem. 79-ben volt az esküvő, van itt. Az már 45 is. Jézus Mária. Igen. Na, akkor most fel fogok tenni egy olyan kérdést, ami szerintem igen gyakran megfordul, de kíváncsi vagyok. Na, mondjad. Hogyha a fiataloknak tanácsolni kéne valamit, mi a hosszú házasság titka? Jaj, hagyjál már. Nézd! Azt hiszem, hogy erre egy válasz van, a tolerancia. Tehát úgy kell elfogadni, ahogy van, azt el kell, azt tiszteletben kell tartani. Nem vagyunk természetesen egyformák, inkább kiegészítjük magunkat. Nálunk ez tökéletesen működik. Szóval én sok mindenben otthon vagyok, amiben talán Judit nincsen. Ő nagyon sok mindenben otthon, amiben én nem vagyok ott. Úgy emlékszem, hogy a pénzügyeket például ő intézi. Abszolút. Kivétel nélkül. Igen. Ő szoktam mondani, hogy 5 évvel ezelőtt adott nekem 20 000 forint. Igen. 20 000 forint zseppénz, de még nem költöttem el. Megvan még mindig? Meg, igen. Ne haragudj, Boton, boldogan beszélek neked a feleségemről, az utazásokról, a nyelvekről. De kezdődik egy konferencia. Nem tudom, hogy tudsz-e róla. Igen, a DK tart egy konferenciát, ahol Dobrev Klára is beszélni fog. Nagyon érdekel, hogy mit És mond. Oda el kell mennünk. El. Hát akkor menjünk. Illik. Akkor induljunk. Indulunk tehát, célállomásunk egy belvárosi szálloda, ahol teltházas konferenciát szervez a DK párt alapítványa és az Árnyék kormány. Pista, ahogy szinte minden nap, most is tömegközlekedik, a villamoson pedig az is kiderül, hogy nem csupán rendszeres BKV használóként van köze a fővárosi közösségi közlekedéshez. Szóval nem tudom, Botond, hogy tudod-e, hogy tulajdonképpen én ezt a villamost felügyelem ám. Mármint? Ellenőr vagy másodállásban vagy? Vala nem, nyugodj meg, nem ellenőr vagyok, hanem van a BKV-nak egy úgynevezett vasúti járműjavító leányvállalata, ahol én felügyelőbizottsági tag vagyok. Itt azért nagyon sok mindent csinálsz, de nem egészen innen indultál. Ugye vegyészmérnöknek végeztél, hogyha jól tudom. Jól. Innen azért eléggé messze van a műsorvezetés, és attól még messzebb a politika. Hogy jött ez az egész? Hát, ugye mindannyiszor ez egy újjászületés. Na legalább a nézők is tudják, hogy merre járunk. Szóval, igen, én a Budapesti Műszaki Egyetemen vegyészmérnöki diplomát szereztem, és ebben a minőségemben elmentem egy gyógyszergyárba, akkor úgy hívták, hogy Kinoin. Hallottál már a Kinoinról? Igen, most már más a neve. Talán Sanofi, de már az is a múlté, mindegy. És akkor mivel ott, akkor már a nyelvekkel eléggé jó barátságban voltam, elkerültem a külkereskedelembe, a gyógyszer külkereskedelembe, a Medimpexhez, ahol én magam vettem észre, hogy sokkal jobban mennek a verbális kapcsolatok, mint az írásbeliek. Úgyhogy abban az időben hirdették meg a riporterkerestetiket a Magyar Televízióban, és így kerültem be az első 12 közé, amikor Vitrai Tamás felajánlotta nekem, hogy lépjek át hozzájuk. Volt úgyhogy ez? 1975. 75. Emlékszel? Ott voltam. Hányba teszed születni? 98. Aha,
az nem ugyanaz az idő. Igen. Szóval a lényeg az, hogy igen, bár ugye ez elgondolkoztatott, mert éppen Mexikóba akartak engem kiküldeni állandó kiküldetésbe, állandó képviseletre, de hát ki az, aki a vitrajnak ellen tudott volna mondani, úgyhogy a külkereskedelemből átmentem a televízióba, bár eszembe nem jutott, hogy vetélkedőket csináljak. Ez Vitrai Tamás ötlete volt, hogy próbáljam ki magam ebben a műfajban, és úgy maradtam. A műsorvezetés alatt is én engem rendszeresen foglalkoztatott a közélet, vagy ha úgy tetszik, politika. De hát abban az időben, tehát 70-es, 80-as években gyakorlatilag nem volt belpolitika. Közszolgálati alkalmazóként én nem politizálhattam. Aztán jött a kereskedelmi televíziózás, ott pedig nem a média törvénynek akartak megfelelni, hanem a nézettségnek. És nyilvánvalóan ők se szerették, hogyha egy kereskedelmi televíziós alkalmazott nyíltan megvallja a politikai hovatartozását, mert az meg a nézettséget befolyásolja rosszul. Akit megnyersz, az a tiéd, aki pedig nem úgy gondolkozik, azt meg elveszíted. Tehát kőkemény anyagi okokból nem lehetett politizálni. Értem, de te azért elég sokakat megnyertél, mert ott a 2000-es évek vége felé voltál a legnépszerűbb közszereplő is, hogyha jól tudom. Hát volt erről egy szavazás, igen. Két éven át. Igen. És akkor onnan adja magát a kérdés, hogy amikor beleszálltál a politikába, akkor azért ezzel feladtad ezt a népszerűséget is, nem? Nem tudtam, hogy ez lesz a vége. De akkor mi volt az a pont, amikor úgy döntöttél, hogy oké, nekem ez megéri, beleszállok a politikába, feladom a népszerűséget? Nekem nagyon fontos volt, hogy elmondhassam nagy nyilvánosság előtt, hogy szerintem mi lenne a jó ennek az országnak. A családdal ezt megbeszéltük, és mindenki tudomásul vette, hogy valószínűleg ennek a kitüntető elismerésnek ennek vége, de azért volt egy pillanat, amikor megkönnyítették a dolgomat. Amikor 2010-ben kirúgtak. Szóval onnantól kezdve már szabad volt a pálya, és akkor tényleg azt mondhatom, amit akartam. Körbenéztem, hogy hát akkor milyen keretek között, és hát talán az tudható, hogy én a liberális oldalról érkeztem a DK-ba, és a liberálisok már 2010-ben eléggé gyengélkedtek, aztán később ugye az SZDSZ meg is szűnt. Viszont én azzal, amit Gyurcsány képviselt, azzal egyetértem, azzal tudtam azonosulni. Hogy itt időközben változott a megítélésed. Hogyha ezt előre tudtad volna, hogy így alakulnak a dolgok a politika miatt, akkor is ugyanezt a döntést meghozod? Nem tetszik a kérdésed. Őszintén. Ugye, mert engem a kérdésed úgy állít be, mint aki sikerorientált, és az a legfontosabb az életében, hogy őt szeressék. Nem, olyan ember, mint akinek vesztenivalója van. Sok vesztenivalója. De rengeteget vesztettem, ez igaz, de ez elsősorban a 2010-es kirúgásomnak a következménye. Azóta nem mernek hozzám nyúlni a műsorszervezők, hát én addig rengeteget léptem fel, vetélkedőket vezettem, zenéltem a zenekarommal. A favágókkal. És itt ez most már mind nem lenne. Tehát ez a része, ez valóban veszteség, de amiatt, hogy engem szeressenek, majd ne szere ugyan már. Nekem az a fontosabb, hogy odaülhessek a Facebook elé, és leírhassam, amit gondolok. Mert itt nem kell alakoskodni, itt nem kell szerepet játszani, én valóban azt írom, ami engem feszít. És ez egy olyan szabadság, ami eddig nem volt nekem meg. Még akkor is, hogyha ez nem mindenkinél népszerű. És utána éveken keresztül a DK-nak volt elnökségi tagja. Hogyan látod ezt az időszakot? Miért köszöntél le itt a végén? Én inkább arra vagyok kíváncsi. Miért köszöntem le? Tetszik tudni szerkesztő úrnak, hogy én hány éves vagyok? 49-es vagy, ugyanannyi, mint Károly király. Igen. Édesanyjad ugyanakkor született, mint Erzsébet, tudtam már, te pedig, mint ezt Károly. Ezt honnan tudod? De jó, te készültél, csibészet. Igen, ez a nagyon érdekes, hogy a királyi családnak a genealógiája egy picit hasonlít az ilyenkihez. Szóval nézzünk szembe, a valóságban 74 éves vagyok. Mondhatok egy közhelyet?
jöjjenek a fiatalok. Én éreztem, hogy például az utolsó kampányban én már nem szívesen tettem meg hosszú kilométereket, hogy Vásárosnaménytől Zalaegerszegig kiálljunk egy pult, mert amit én élveztem, de éreztem, hogy fáraszt, és úgy meg már nem az igazi. Én ebben az utolsó kampányban, illetve az azt megelőző időszakokban rengeteg nagyon aktív, nagyon tehetséges DK-s aktivistát ismertem meg. Közel 200 érdeklődő előtt izgalmas előadások és panelbeszélgetések között tudhattunk meg Istvánnal együtt többet arról, hogy miért egyre fenyegető veszély Magyarország elszigetelődése és az Unióból való kilépés. Közelről láthattam, ahogy Dobrev Klára és a DK sok más vezető politikusa számára Pista nem csak kolléga, hanem jó barát is, akinek fontos a részvétele az ilyen rendezvényeken. Imáron több mint 45 éve, hogy Vágó István jelentkezett a Magyar Televízió Riporter Kerestetik című műsorába, ami után aztán magától Vitrai Tamástól kapott állást a Királyi TV-nél. Jó napot kívánok, kedves nézők! Remélem, hogy a mai játékban is sok érdekes, izgalmas feladvánnyal ismerkedhetnek meg. A legendás szabadságtéri székház lépcsőjén faggattam Pistát a kezdetekről, a legemlékezetesebb műsorokról, az egykori kollégákról és természetesen kihagyhatatlan módon a köztévé mai állapotáról. Egy olyan helyen vagyunk, ami meg annyi jogból szimbolikus, de neked kimondottan fontos, talán mondhatjuk. De jó lesz. Ismerős? De jó lesz, egy kicsit itt sétálni. Mi ez a hely? Mondjuk el a nézőknek is. Szabadságtér 17. Ergo? Ez annak idején minden tévénéző ismerte ezt a címet. Ide kellett írni a leveleket, hogy akkor nem SMS-eket küldtünk meg, e-maileket, hanem effektív leveleket. Hol névvel aláírva, hol név nélkül természetesen. Ezek tartalomtól függ. Igen. 1975-ről beszélünk, mert akkor rendezték a Riporter Kerestetiket, és én akkor mentem be először ezen az ajtón. És akkor... Üljünk le ide. Erre? Aha. Így jó? Ez itt tökéletes. Na gyere. Na. Szóval akkor léptem én át először 1975-ben azt a küszöböt, mert akkor volt a Riporter Kerestetik, és akkor találkoztam először magával, Vitrai Tamással. Azt sose fogom elfelejteni. Ott voltak a versenyzők, mindenkivel lekezelt. Talán azt is mondta, hogy ő a Vitrai Tamás. Tudom. És akkor ott elindult a televíziózás, és 76-ban pedig már állományba is kerültem. És a Vitrai lelkén száradt, hogy én televíziós lettem. Ott hagytam a külkereskedelmet, és eljöttem ide betélkedőket csinálni. De amúgy nagyon keveset mesélsz a Vitrais időszakról. Ennek van valami oka? Most mesélsz nekem róla egy kicsit? Nem. Jó, akkor nem erőltetem, menjünk tovább. Ugye mondtad, hogy 75, belépsz először ebbe az épületbe. Hogy néz ki a legelső nap, emlékszel rá? Hát ugye ott be kellett járni, ez egy labirintus volt. Talán még most is az. A negyedik emeleten volt az én osztályom, vegyes és összetett műsorok osztálya. Osztályvezető Vitrai Tamás. És akkor ott megismerkedtem a kollégákkal. Felismerte, hát ez volt a legszebb. Jöttek szembe a folyosón, és tudtam, hogy ő az. Ennél még érdekesebb, hogy nem tudtam az arcát, nem ismertem az arcát, de valaki mondta, hogy ő az. És akkor azonosítottam az általam ismert nevet, ezek rendezők, operatőrök, ilyesmi, akiknek a nevét ismertem, de az arcát nem, és akkor ezeket párosítani, az nagyon izgalmas időszak volt. És elkezdeni dolgozni, a Vitrai arra biztatott bennünket, hogy találjunk ki műsorokat. És az egy elképesztően inspiráló időszak, hogy tudtad, hogy ha valami jót kitalálsz, akkor azt meg is tudod valósítani. Csak akkor ugrunk egy kicsit az időben. Mondjuk azt, hogy a 70-es évekre te már igen népszerűnek számítasz, az emberek felismernek az utcán. Igaz? Mondhatjuk ezt. Igen. Milyen élmény volt ez? Bocsánat, azt muszáj mondanom, hogy az természetes, hogy az embert felismerik, hiszen mindenki ugyanazt a tévét nézte. Máshogy mondom, mindenki nézte ugyanazt a tévét. Hát azt röviden úgy tudnám elmondani, hogy ha elmentél egy fodrászhoz, akkor biztos lehetél benne, hogy van közös témád a fodrásszal, mert mind a ketten ugyanazt néztétek.
De van egy nagy különbség, hogy annak idején minket szerettek. Mert minden este, vagy minden második este, vagy minden héten ott voltunk a lakásukban. És ők szívesen fogadtak bennünket, nem tudom miért. Szembeállítva a mai helyzettel, ahol nem tudom, hogy értesültél-e róla, vagy hasonlóak-e a tapasztalataid, ma mindenkit utálnak. Így. Észrevetted? Hát volt szerencsém. Tehát magyarán, ha megjelenik valamelyik felületen valakiről, egy celebről valami, akkor ott elkezdődik a sárdobálás, a gyűlölködés. Számomra ez a nagy különbség a két időszak között. Szóval védeni mondjuk Sebestyén Balást, hát az nem olyan nagy szám. De elmondani, hogy ő ilyen-olyan, és gyűlölem, de hát nem bírom már a hangját se hallani, akkor miért hallgatja? Hiszen rengeteg mást is tudna, de hallgatja. Tehát magyarán, hogy ez egy nagyon komplikált viszonyrendszer, de azt hiszem, hogy így írható le. De még mielőtt elindulnánk, azért beszélnünk kell még egy dologról. Tehát szerintem eléggé beszédes az, hogy a TV2-től, illetve a köztévétől is kirúgtak téged. Én nem úgy fogom fel, hogy innen engem kirúgtak. Mert akkor volt egy olyan gazdasági helyzet, 96-ról beszélünk, azt hiszem. És 97-től már ugye elindultak a kereskedelmi televíziók, de én már 96-ban átkerültem az én vetélkedőm egy gyártócsoporthoz. Az nem kirúgás volt, hanem egy racionalizálás. Tehát abban én nem láttam semmi különöset. Ami a TV2-s pályafutásom végét illeti, az 2010, néhány hónappal a kormányváltás után. Véletlen és lehet, ha? Igen, nem nagyon szívesen beszélek erről, mert beperelt a TV2, amikor erről bármit mondtam, de végül is felmentett a bíróság, mert azt mondta, hogy hát a véleményemet azért csak elmondhatom. Úgyhogy a véleményem az, hogy ez nem különíthető el a kormányváltástól. Igen, hát ők tudták, hogy én nem a Fidesz nótáját fújom, és ennek elég sok fórumon hangot is adtam már. De ami ezzel történtem, ezzel a közszolgálattal, az maga a gyalázat. Bár Pistát már az MTV-s időszakában is egy ország ismerte, több évtizedes pályafutása talán legnagyobb sikere mégis az RTL Klubhoz kötődik. Jó estét kívánok mindenkinek! Hát elérkezett az a pillanat, amikor végre elkezdődik a Legyen Ön is Milliómos című műsorsorozat. Biztos vagyok benne, hogy már nagyon sokan várták ezt a pillanatot. Az ország vezető kereskedelmi csatornájától engedélyt kaptunk, hogy Istvánnal együtt visszatérünk az egykori sikerek helyszínére, az RTL székházba. Maga az első felvétel az nagyon érdekes volt. Akkor még úgy pedzegettük, hogy kell ezt csinálni. Nem először mesélem el, hogy az volt az én feladatom, hogyha az a kérdés, hogy 2x2 és megjelölik a 4-et, én rádumáljam a játékosra, hogy az egy rossz válasz, és megpróbáljam bebizonyítani, hogy az 5. Az első felvételi napokon én ezt nagyon erőltetetten csináltam, és nagyon utáltam. És éreztem, hogy engem is fognak emiatt utálni, hogy ilyen erőszakosan a hülyeségre beszélem őket rá. De lassanként kialakult ennek a koreográfiája, ennek a módszere. Hát így élt meg 8,5 évet. Valaki elkezdte terjeszteni, hogy én előre tudtam a kérdéseket, hogy én tudtam a válaszokat, hogy ki volt nekem írva a monitorra, hogy fülesen mondták. Sose volt rajta a füles. Soha. Sugógépet sose használtam. Képernyőmön meg az volt kiírva, ami a játékosnak. De és akkor, amikor nem tudtad, hogy mi a helyes válasz, akkor is megpróbáltad rábeszélni mondjuk az egyik általad helytelennek vélt válaszra? Ugye volt, és ez látszott is, hogy miközben én azt gondoltam, hogy a B a helyes válasz, és megpróbáltam rábeszélni, vagy onnan elvinni, mind a kettő megtörtént, kiderült, hogy nem a B a helyes válasz. Ilyenkor majdnem leszédültem a székből, magam előtt szégyeltem magam, hogy ezt nem tudtam. De előfordult, igen. Nem sokszor, de előfordult, persze. Látsz-e bármi különbséget abban, hogy milyen volt annak idején a kereskedelmi televíziózás és ma? Régen
két ága volt a televíziózásnak, a közszolgálat és a kereskedelmi. Mára ez megfordult. Nem, inkább azt mondom, hogy átalakult. Van egy közszolgálati televíziózás, és a kereskedelmi se olyan, mint régen volt, mert van, amelyik behódolt a hatalomnak, és van, amelyik nem hódolt be a hatalomnak, kereskedelmi. Erre a házra szokták mondani, vagy legalábbis a miniszterelnök úrtól gyakran halljuk, hogy de mit akarunk, a legnézettebb televízió is ellenzéki. Nem ellenzéki. Nem kiszolgáltatott a kormánynak, mert még megteheti. Most térjünk erre, hogy hogyan mentél el innen. Mert több interjúban is felhoztad, hogy még te is úgy értékeled, hogy nem volt teljesen korrekt ennek a körülménye. Hát elsősorban a feleségem értékeli, ugye ezt nem bocsátja meg nekem. Nem bocsátja meg. De egyszerűen, hogy szokták ezt mondani, elcsábítottak. Érdekes dolog, azért csábítottak el, gondolom én. Mert 2009-ben azt gondolták, hogy olyan műsorokat kell csinálnom nekem majd a TV2-ben, amilyeneket én tudok. És 2010-ben erre hivatkozva rúgtak ki. Úgyhogy ebből is az látszik, hogy nem volt egy sikeres. Tehát megbántad egyébként ezek szerint? Az, hogy eljöttem az RTL-től, azt igen. Az, hogy csatlakoztam a TV2-höz, azt pedig nem bocsátom meg magam. Hát így alakult. Tételezzük fel, hogy nem jössz el az RTL-től. Akkor is ugyanúgy alakulnak a dolgok? Akkor is közéleti szereplő lettél volna? Politikus? Nem tudom. Megmondom neked, hogy miért jöttem zavarba. Ugye nagyon sok kollégám a TV2-nél úgy csinál, minthogyha közéleti szereplő lenne. Eljátsza a párt, nem is játssza el a pártatlant. De a kérdés az, hogy megbocsátok-e nekik. És ez egy nagyon nehéz kérdés. Szóval itt egzisztenciális dolgokról van, ha ő nem csatlakozik ahhoz a vonulathoz, amihez csatlakozott a TV2-nél, és konkrétan néhány személyre gondolok, akkor lehet, hogy egzisztenciális gondjai lennének, lehet, hogy nem találna új munkahelyet. Szóval nagyon nehéz kérdés ez. De ha tőlem kérdezed, nem tudom. Nem is tudod mi? Nem is vagyok hajlandó elgondolkozni rajta. Jó volt látni, hogy Pistát az emlékek és a legyen ön is milliómos felidézése közben magával ragadták az érzelmek, ahogyan azt is, hogy az RTL-nél dolgozó fiatal stábtagok közül többen is megállítottak minket a forgatás alatt, hogy Istvánnal szelfizhessenek. Gyanús. Márján? Gyanús, hogy én vagyok. Ez te vagy. Gyanús, hogy én vagyok. Ez te vagy. De annyira kedves a helytől, hogy felrakták, nem csodálom, hogy egy kicsit kisatírozva. Én érzek ebben némi sértettséget joggal, az ő részükről is, meg az én részemről is. De hát ezek szerint akkor még emlékeznek rá. És az mi? Nem tudom. Lehet, hogy Fábri Show? Sódera, ha ki van írva. Igen, igen. Te neked igen. A Fábrival milyen a viszonyod egyébként? Nincs viszonyom. Semmi? Nincs. Valamikor volt, az rosszul sült el. Nem, ő hívott engem, ez volt az, hívott engem egy Fábri Show-ba, és nem mentem el. Azt kérdezek mondtam, gonoszabbat majd. Igen. Méltó utódodnak tartod a milliómosban? Azt terveztem, hogy ha rákérdezel, akkor nem válaszolok. De erre válaszolok. Igen. Ő úgy csinálta, ahogy amilyen ő. Én meg úgy csináltam, amilyen én vagyok. Úgyhogy abszolút, abszolút megfelelt a dolognak. A következő politikusi feladat előtt ideje szusszani egy kicsit. Bár azt sokan tudják, hogy Vágó István négy nyelven is felső fokon beszél, azt talán kevesen gondolták eddig, hogy Pista kedvenc konyhája a kínai. Így elvittük őt a város egyik legautentikusabb kínai éttermébe. De az ok, ami miatt én elkezdtem kínai tanulni, egy kicsit későn már, és ez nagyon fontos. Az ember fiatal korában tanuljon nyelveket, később már egyre nehezebb lesz. Én már bőven 50-valahány volt, 60-valahány voltam, amikor elkezdtem. Tehát tudtam, hogy nem fogok tudni beszélni. De úgy döntöttem, hogy nem halok meg azelőtt, hogy meg ne tudjam, hogy működik ez a nyelv. És hát ez valami csoda. Nem csak a nyelv maga, ugye nincsen benne ragozás, nincsen benne igeidő,
nincsenek nemek, mégis valahogy annyira cizelláltan tudják kifejezni magad, hogy a kínai költészet az létezik. De akkor már ott tartunk, hogy meg is érted, amikor olvasol valamit. Hát úgy könnyebben. De ugye természetesen itt vannak ezek a kínai karakterek. Nem betűk, hanem karakterek. És nem mindig van összefüggésben a kiejtéssel. Néha igen, néha nem. De ez a legnagyobb játék, esküszöm neked, a legnagyobb játék azt megtanulni, hogy hogyan áll össze egy kínai karakter. Köszönöm szépen. Csesenni. Csesenni. Na milyen? Nagyon érdekel. Uh-huh. Ez úgy fájszával lenni? Persze, megtanítsalak. Most már később. No. Most már később. Na, gyerekek, szevasztok. Most már csak egy kis koordinációs kérdés lesz, hogy megvannak. Jó, vegyél fel valamit próbaképpen. Ott van valami. Na, nem is rossz. Győztem! Győztem, megvan. Na. Nem egyszerűbb ez késvillában? De igen. Az isteni, de sokszor könyvfakasztó ételek után ismét útnak indultunk. Istvánnak 12. kerületi önkormányzati képviselőként egy táblavatáson van jelenése. És most hova jövünk? Ez egy nagyon rövid protokolláris esemény lesz. A kerület nagyon büszke azokra, akik itt éltek és dolgoztak. Most Kovács András filmrendező emléktábláját fogjuk felavatni. Aha, értem. És ebből áll egy politikus munkája, hogy egyfolytában felavat, meg beszédeket mond, meg ilyesmi? Ez is a munka. Ugye ezen a héten nem lesz például testületi ülés, ahol valóban a döntések születnek, ezt megelőzően vannak bizottsági ülések, ahol megtárgyaljuk az előterjesztéseket, a döntések még ezt a testületi ülésen, és erről is döntöttünk, hogy felavatjuk Kovács Andrásnak ezt az emléktábláját. Az elmúlt hónapokban Pista neve összeforrt a DKTV Szubjektív című műsorával, a forgatásunk napján is éppen egy újabb részt rögzítettünk. De úgy gondoltam, hogy előtte itt az ideje meglepnem az ország egyik leghíresebb szkeptikusát. Felkerestem tehát Violát, Budapest egyik ismert jósnőjét, mert kíváncsi voltam, hogy ő, néhány gyertya, kártya és inga vajon ki tudja billenteni Bágó Istvánt a komfortzónájából. Na Pista. Igen. Hova hoztalak? Kezi csókolom. Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlöm. Nagyon kedves. Én Viola vagyok. Vágó István csókolom. Örülök, hogy megismerhetem. Én is remélem, hogy örülni fogok. Bízom benne. Kicsit félek. Hova üljek? Szerintem elférünk itt ketten. Jaj. Látta rajtam, hogy egy kicsit meg vagyok szeppenve. Igen, tudja, látom. Miért? Mert látom ezeket itt az asztalon. Nem mondja, fél tőlük? Nem az a baj, hogy félek, hanem igen? Az a baj, attól félek, hogy ne haragudj, hogy indulatba jövök. Indulatba fog jönni? Bízunk benne, igen. Hogy nem. Szóval mit terveznek velem? Szerintem én úgy döntöttem, hogy meg fogom nézni magát. Itt vagyok. Mit szól hozzá? Ahhoz miért kellenek ezek a mondjuk hozzá? Nem kellenek, mert nekem elég a szemem. Igen. Tényleg. Ezek az eszközök a kártya, illetve az inga, csak annak bizonyítására van, hogy igazolja azt, amit én mondok. És ezt fogja igazolni? Igen. Na nézzük. Ha ön kéri. Kérem. Én megnézem most magát, hogy mi van maga körül. Per pillanat. Mi az, ami foglalkoztatja leginkább. És az honnan fogja következtetni? Az aurából? Például az aurából. Maga látja az aurámat? Igen. Magának milyen szeme van? Én 3 éves korom óta látó vagyok, így születtem. A látó azt jelenti, hogy az aurát látja, nem vagy az én az sorsomat? Nem csak az aurát, hanem a sorsot is sajnos, és minden. Hallgatom. És azért mondom, hogy sajnos, mert ez amennyire áldás, annyira átok is. Egyetértek, igen. Nehéz dolgok. Na hallgatom. Látni. Mit lát? Bennem? Nem, ami maga körül van. Mi van körülöttem? Én azt látom, hogy vannak törések a múltjából, amit még nem engedett el, jól lenne elengedni. Ezt maga ismeri mondom. Az én múltamat? Én onnan ismerem a magam múltját, hogy itt látom magam mellett.
Ne haragudjon, Viola. Nem onnan ismeri a múltamat, hogy esetleg látott már nem. engem a televízióban? Nem. Na mondja. El kell, hogy engedje ezeket a beékelődött gondolatokat, amik vannak a gondolatban, csalódások. Mondjon konkrétumot. Sok csalódás, családon belüli csalódás, valamikor olyan... Viola, ezt a feleségem is látni fogja. Ezt kell, hogy lássa a felesége, igen. mert nem nőügyes csalódást ja, látok. Már megnyugodtam egy kicsit. Igen. Nem nőügyes csalódást látok. Én olyan 8-9-10-12 éves korig látom egy vidéki hely, ahol érték atrocitások gyerekek oldaláról, sőt, én azt mondom, hogy szülők oldaláról is. Nem saját szülők, hanem gyerekek szülei részéről, ami magának fájt, sőt, még mindig ott van. Tehát van egy tüske, amit ki kell onnan húzni, és ki kell dobni a francba, nem kell a senkinek, nincs rá szükség. Felteltek én is egy kérdés, kedves Viola. Van ember, akiről ezt nem lehet elmondani? Nincs. Én mondtam, hogy előbb-utóbb indulatos nyilván, leszek. Nyilván. Viola, én most elkezdtem kutatni a múltamban. Igen. Esküszöm magának, nem emlékszem ilyenre, de maga el fogja nekem mondani, hogy mert elnyomtam magammal, ugye jól mondom? Nyilván, nyilván. Nyilván. De én megesküszöm magának, ez hogy nem stimmel. Pedig... Haragszik rám? Nem, dehogy is. Jaj, de jó. Miért haragudnék? Jaj, de jó, örülök, mert nem akarom. Miért haragudnék? Na jó, nem. Szóval ezt látja amúgy. Jövőnben lát-e? Jövőben. Az érdekelne. Még mindig készül, még mindig látom, hogy készül valami nagyon nagy durranásra, egy nagyot szóló dologra, ami... Ezek még mindig nem nőügyek, ugye? Nem. Ott látok egy ingát. Igen, az izgat van. Engem a legjobb. Na, ez izgatja. Mert ez nekem egyszer már volt ezzel kalandom. Nem mondja. Hát oda jött hozzám egy vetélkedőben egy hölgy. Igen? És mindent az ingával fejtett meg. Ezt azt nem látta? Nem majd láttam. Elküldöm magának. Jó. Az remek volt. Na, én azért visszamennék meg... erre a gyerekkori dologra. Mert hogy nem emlékszik rá. Az Inga megválaszolja, hogy igen vagy nem, de majd odaadom a kezébe, hogy megbizonyosodjon, hogy nem én irányítom az Ingát, hanem magától indul el. Értem. Ha így fog menni, az igent jelent. Ha így megy, akkor az nemet jelent. Ha körbe megy, az bizonytalan. Na nézd. Tehát akkor én most megkérdezzük az Ingától, hogy történt-e azon a vidéki helyen olyan dolog, ami esetleg még nem lett elengedve? Indulj el. Nem én irányítom. Állj meg. Hogy miért kézben kell ezt tartani? Miért nem így tesszük le? Most figyeljen. Ha letesszük, akkor nem. Nem tesszük le, hanem így. Tehát ugyanúgy hozzáérek. Én még nem látja? Próbáltam, megmondom teljesen őszintén. Tehát itt elfogadom azt, hogy a kézmozgás nem befolyásolja. Most kérdezzem valamit. Én kérdezek valamit. Igen. Meg fog most magától mozdulni az Inga? Igen. Tessék. Indulj el. Még egyszer. Indulj el. Viola, megsüketült az Inga. Tudja, mit mondok? Abszolút igaza van. És azért mondom, hogy igaza van, mert ha ez így nem bizonyosult meg, most megtört az én hitemet az Ingába. Viola. Ezt most én komolyan erre mondom. Erre nem számítottam. Kezet csókolhatok? Igazán nincs rá szükség. Azt szeretném kérdezni, kitől? Magától? Igen. Kártyától? Kártyától is. Maguktól? Le, így van. Hogy lesz-e Dobrev Klárából miniszterelnök?
Érzései szerint sajnos nem, de majd a kártya választad. Nem magától kérdeztem, hanem a kártyától. Sok beszélgetés, sok olyan információt kell összegyűjtenie a Klárának, ami elindítja őt azon az úton, amin ő valóban szeretne járni. Nagy harc áll előtte valóban, de ugyanakkor örömteljes lesz az ő sikere. Lesz miniszterelnök? Lesz. 99,9%. Ugye tudja, hogy én ebben nem nagyon hiszek. Tudom, tisztában vagyok vele, igen. De végül is, hogyha vannak olyanok, akiket ez meggyőzött, az nekem szívemből való. A kis meglepetésre Pista tehát szerencsére jól reagált. Ő és a DK is jó híreket kapott. Lesz most egy megbeszélésünk, és folytatjuk majd a stúdióban. Sziasztok! Jó napot kívánunk! Felszabadultan vághattunk tehát bele a DK szubjektív forgatásába és a minden forgatás megelőző stáb megbeszélésbe, ahol a műsor felelősei és a szereplők részletesen átbeszélik az aktuális hét legfontosabb témáit és híreit, hogy minden és mindenki készen álljon, amikor a piros lámpa kigyullad. Fogadjátok, nagy tapsa a Vágó István! Egy millió dolláros kvízkérdést szeretnék feltenni annak, de régen csináltam. Igen. Meg fogom jelölni. Annak, jó, oké. Annak kapcsán, amit a Zsolt mondott, ugye azt mondtad, hogy Európa közösen, az Unió közösen vett fel hitelt. Melyik az az ország, amely úgy jött létre, hogy az államok összeálltak és közösen vettek fel hitelt? Szabad a gazda? Nem csak a DK szubjektívnek, hanem a DK kulisszának is a végére értünk. Én az elmúlt egy napban, önök az elmúlt egy órában jobban megismerhették Pistát, és kiderült, hogy a quizmester is sokkal több, mint gondoltuk volna. Iratkozzanak fel a csatornáinkra, és tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!